A szakállas úr, Adam Smith-nél, ha valaki esetleg nem ismerné James Vader, biztos van ilyen nézőnk is. Szóval a Wade korábbi Európa-bajnok, ugye 2018-ban Simon Whitlockot verte meg a döntőben Dortmundban 11-8-ra, illetve volt még egy elveszített döntője, tavaly Peter Wright ellen. Peter Wright 11-4-re, igen. Elég sima volt az a mérkőzés, ha jól emlékszem azért. Hát, igen. Bár nem erre számítottunk, mert nagyon szépen játszott egész végig, de látszik, befáradt a végére. Számítottunk, tehát már úgy beszélsz róla, mint egy családtag lenne. James, hát ne, igen, de ugye akkor beszélgettet, meg lettem hívva akkor egy rádióműsorban, és ott is mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon komoly, szoros mérkőzés lesz, és ezért is mondtam inkább királyi többest. No hát, ugye egymás ellen nem volt mérkőzésük, hiszen Smith-nél most először kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra. Azok után, ugye, hogy Budapesten nem volt ott, Gibraltáron viszont egy meccset nyert Broton ellen 6-1-re, utána kikapott Ratajskitól, ha jól emlékszem, 6-2-re. Igen. Johnny Claytont is elkapta, ugye? Igen. Igen, Johnny Claytont igen, is Johnny megverte Claytont megverte 6-4-re, és utána kapott így ki van. A harmadik körben 6-2-re Ratajskitól. Szóval ez a két győzelem elég volt ahhoz, hogy végül a 24. helyen érkezhessen ide kiemeltként. Véd a 9. Igen. Legjobb eredménnyel rendelkezik. Ő ugye a budapesti fordulón William O'Connorral egy 6-5-ös mérkőzést játszott. Azt utána Luke Humphries a következő körben egy 6-2-es eredménnyel megállította. Majd Gibraltárban Boris Kritschmar ellen játszott szintén egy 6-5-ös mérkőzést. A második körben Gabriel Clemens ellen győzött 6-3-ra. Majd Nathan Espinal állította meg egy 6-2-es eredménnyel. Ez a 6-2 neki eléggé rossz omen ez idén az Európa túron. Igen, és ugye ott volt még a World Grand Prix is. Véd, a Getát megverte, Buntingtól kikapott. Barta Zsoltival azon viccelődtünk, hogy Smith-nél eljátszhatná Rumcájsz 2-ben főszerepet. Igen. Ugye ki az a Rumcájsz, azt talán még Adam Gavlas sem tudja. Hát ő valószínűleg... Mert ugye cseh-szlovák rajzfilm volt az. A Jicsinyi kerekerdő közepén. Igen, mankával. Na jó. Hát erre már tényleg csak az idősebbek emlékeznek. Szóval Véd az abszolút favorit. 1,2 tizedes az otca, Smith-nélnek 4,3 tizedes. Egyébként komolyan kell venni Smith-nélt, mert a BDO-nál nyert Masters-t 3 évvel ezelőtt. Igen. Ami egy kiemelt verseny. Wade. Ugye Adam Smith-nél 90,18-as torna átlaggal szerepelt Gibraltáron, míg James Wade 95,92-es torna átlaggal. Ez is azt mutatja, hogy ő talán esélyesebb, bár most ez, hogy erős hátrányban van mindjárt az első legben, persze nem ő kezdte. Dupla 8. Dupla 4-re folytatható. Dupla 2 a harmadik nyillal. Már nincs. És nincsen! Nem, dupla 1-re már nem mehet meg lehet mondani a 62-t. Nos, tripla 14, dupla 10 lesz szerintem James játéka. Igen. És jó, ott van nagyon szép két nyilas kiszálló 62. Na, hát csak elvitte hátulról. Így kicsit sunyi módon jöhet Wade kezdése. Ha itt nyer Wade, akkor az a legnagyobb esély, hogy Michael van Gervennel találkozik a második fordulóban. Jó a sorsolása. Igen, valahogy ez mindig így történik. Jó, hát ugye erre mondják, hogy mindenkit meg kell verned, ha első akarsz lenni. Igen. De aztán az előcsatározások során, vagy később, az részletkérdés. Nem jól kezdi James Wade azt a második leget első pályán. 39.
Közben kicsit Seresbede tiltakozik. 22 éves, de azt mondja, hogy ő is emlékszik Rumcájszra. Lehet, hogy VHS kazettáról. Hát de azért nálunk elég sokat adták ezeket a régebbi rajzfilmeket. Igen, igen. 140! Jó keze van nagyon Smith-nélnek. Fiatal, 27 esztendős, Big Doug, ez a beceneve Neilnek. Ó, félrement kettő nyíl is a háromból. Ez így nem lesz jó, kérem. Mint az én 20 éves gyerekeim is ismerik még a varázsceruzát is. Na ugye. Ezek meg itt varázsnyilak lehetnek, ha jó helyre mennek. De csak 60. Mivel a szokásos James Wade nézés a táblára nem igazán érti, hogy miért nem akarod ugrani a tábla, ahova ő szeretné. Szép lett volna a 17-es korrekcióval az a dupla 20 a végén, de hát vissza lehet még térni arra, mert a 200 az nem kiszálló. Oda süss! 140! 60-ra viszi le, jöhet egy dupla 20, Smith-nélnek megint. Benne van elsőre. Egy-egy. Kér egy kis segítséget a nézőktől. Na, ott vannak a maskarások. Igen. Jól néhány közeli kép. Kevesli a hangerőt. Smith-nél lehet, hogy a DJ-nek szólt ez a mozdulat. Zsolti írja, hogy a beceneve Big Doug. Smith-nélnek. Most a meccs végre kiderül, hogy ez most Pudli vagy Rottweiler. Hát 85, félre vagy a harmadik. Azért Pudit akkor sem mondanék. No, 99-es, egy nenakör. Na igen, ez már hangulat. Bizony. Százas. Rendező is gyorsan bevágott egy képet. Hoppá, kipattant a harmadik, pedig az is azt hiszem tripla lett volna, jól látom. Igen. Az jó. Nagyon a szélére ment az az első. Van másik nagyon jó mellett a... 140. Jó repülnek ezek a 20 grammos nyilak. Ő mindig azt használ? Igen. Régen is az volt neki? Igen. Íme egy egészen furcsa kameraállás. És kipróbáltam, tényleg jó repül egyébként a 20 grammos, de nem váltok át rá. Te miért használsz? Én ugyanez 22-esben. Csak kaptam tőle egy 20 grammos készletet, a sajátját, amit nem is tudom melyik European Tour-on használ. Ez egy nagyon szép kerekítés volt Adam Smith-nél-től. Óha, a tripla 19. Az se jön! Na így most van egy esélye Smith-nek a 2-1-hez. Jön is bizony. Él vele. 1-0 után 1-2. Egyelőre nagyon Doberman Smith-nél. 100 pont. Lesz ma még egy Smith, Neil nélkül, illetve nyilakkal. Michael Smith, a negyedik kiemelt, ugye majd Ryan szól. 140! Nagyon együtt él a nézőkkel Smith-nél. Nagyon szép, 140 vissza. Nagyon élvezi ezt a Smith-nél ezt a közönség hangulatot. Igen. Ballal véd. Hát kevés balkezes van a mezőnyben. Hát ez jól nem megszámolni a 32 játékos közül hány balkezes, de szerintem ezt mondja azonnal. Jó múltkor kérdezte. Szép 134-je. 88-ra. Kell a 161. Úgy van, tripla 17 kell. Nincsen. Vissza tripla 20-ra. Az 64 maradt. 88-ra a Smith-nél. Meglepheti védet. Meg bizony. Még mindig. Jön a tripla. Nagyon jó.
Szép! Nagyon szép és meglepi! 3-1-re vezet Smith Neal. És elviszi vétkezdését. Ő jön. És a szünet előtt akár 4-1-re is elhúzhat. Mini meglepetés Salzburgban. Ez csak egy 60. Peter Wright már búcsúzott, Simon Whitlock már búcsúzott. Mi lesz Véddel? Még nem mondanám ki. Ugye két nagyon korábbi... szép 174. Két korábbi Európa bajnokról van szó, Véd is az. Három Európa bajnokról beszélünk, ugye, mert Whitlock is az. Azt mondom, 2+1. Igen. Szűke 3 nálam is. Nagyon jó. Ó, az ötödik fél már nincsen benne a triplában. 99. Százas. Ugye Challenge Tourt nyert ebben az esztendőben Smith Neal, egy komoly verseny egy feltörekvő játékos számára. Egyébként már 17 évesen ott volt a PDC Junior világbajnokságán is. Igen, de Pro Tour kártyát azt hiszem idén nyert. Idén kapta meg, igen, igen. Felnőtt BDO VB-n volt kétszer. 94-40-re nagyon szép kerekítés James Wade-től. Kicsit állva hagyta Adam Smith-nélt. Inkább 3-2-vel szeretne szünetre menni, mint 4-1-el. Hát ezt megoldja Wade. Úgy van, elsőre benne ez van. 3-2-vel mennek szünetre. De hogy látod a következő 5 évet a magyar dartsban? Csak fölfelé. Tehát ha az optimális irányvonalat nézzük, akkor magyar lesz mondjuk 5 év múlva a világbajnokságon? Felnőtt VB megint? Igen. A VDF világbajnokságra jelen pillanatban két hölgynek biztosan van esélye, mert vezetik a kelet-európai ranglistát, Ihász Veronika az első, Végső Adrián a második, és egy cseh hölgy a harmadik, míg a férfiaknak pedig Kovács Patriknak van lehetősége. Ugye ehhez jól kell szerepelniük itt a október végén. 180! Október végén a Honvéd csarnokban rendezendő VDF pontszerző versenyen, valamint van lehetőség a prágai VDF versenyen is még pontot szerezni. De jó lenne. Valamint ugye a november 13-ai hétvégén rendeződő PDC VB kelet-európai kvalifikációs tornán is komoly esélye van, akár Patriknak, akár még más magyar játékosnak bejutnia. Hát ha Patrik úgy játszik, mint Rob Cross ellen a közelmúltban, akkor semmi sem elképzelhetetlen. Igen. Én beszélgettem vele, ő biztosra veszi. Úgyhogy... Ez a jó. És ugye fiatal, 25 éves játékosról van szó. 3-2-re vezet tehát Smith Neal, James Wade ellen. Wade pedig... Marad 20-on. Jön a tripla. Tripla 19, az nem jön, úgyhogy már csak kerekíteni lehet. Úgy nagyon szép, 16-ra kerekített 139-el, nagyon szép. Dupla 10. Dupla 5. Most nem jött a kedvenc. Dupla 5 még mindig. És na, nincs benne, ez itt komoly probléma lesz. Dupla 800, Smith Neal, meglóghat. Volt ugye már két legnyi különbség. Na. A másik sincs benne. A harmadik sincs benne! Megmenekült ez a dupla 5. Igen, fújhat egyet Wade, megint a dupla 5. Igen, egyes. Dupla 2. És a dupla 2, ezt most már meg kell oldani. Nem sikerül! Aha. Itt most mind a ketten behúzták a kéziféket. Smith Neal, megint a dupla 8. Hú, és milyen rossz helyen. Betakar rendesen, de ott van másodikra. Megtalálta azt a pici rést. 4-2-re vezet a fiatalabb angol.
És ő kezdheti a leget. Nem nyerte még meg a mérkőzést, viszont most már védenek, elő kell venni a legjobb játékát. Bizony. Nagyon, nagyon fel kell pörögni. Úgy van, ezt kell itt hátsó pályán. Még egy tripla 20 nem ártana. Úgy van, 140. Ez egy gyengécske kör volt. Úgy hitt most véd, tulajdonképpen úgy dobhat. Na, ó! Mint ez nagyon nem kellett volna. Ajjajajaj! Oh, kettő. Egyes. Ajha. Érdekes játékot játszik most a két úriember. Itt most már jön a tripla alul. Na. Úgy látszik, ez kellett James Wade-nek is. Rendezte a mozgását. Is benne. 180! Nem volt csúnya. Itt is jön a tripla, második is benne. 140! Egymásból táplálkoznak az urak. 139, meg kell csinálni, nagyon jó. Ó, és nem jött 68, van a tripla 20 kell. 48. Az sincs. Húha, lehet akár 5-2 is. Igen. Tripla 20, a 24-ed, ne, ó, de egyes! Elszúrja. És dupla 20, a két nyíl. Elsőre benne, úgy van 4-3. Gyorsan visszavette ezt a fiaskót James Wade, és kezdheti a leget a kiegyenlítésért. Azonnal egy triplával. Nagyon jó, második is benne. 140. Közben lendületből megy tovább. Török Laci kérdezte, hogy megvan-e már a védcipőm. Hát még nincsen, de keresgéltem. 139 közben Lennon Smith-néltől. Hát hasonlót már találtam, de az nem ugyanaz. Hmm. 140. Zsolti közben rám szólt, amikor a kommentátor átvált szurkolóba, én kérek elnézést. De az elején bejelentettem a elfogultságot. Nem is vettem észre, hogy szurkolsz neki. Nagyon. Igyekszem visszafogni magam. Ez egy százas, 9 után 121-es kiszállón. Na gyerünk, Edem. Egy másik Edem már tovább jutott, Gavlas. Vagy Lass. Szurkoló beszél vele, elég egy Edem egy mezőnybe. Jó, hát. Akkor legyek véres szájú Smith-nél, rajongó? Akkor ott leszek itt futballhuligán néhány percig. Hát ezt most megint elengedi. Igen, dupla 12-vel egyenlíthet James Wade. Még mindig. Benne van másodikra. Összeszedte magát nagyon James Wade. 2-4 után 4-4. De ugye még mindig kéne legalább egy break neki, hogy nyerjen, és az első kipattan. 80 pont így. Valamennyire tud korrigálni. Ó, ötösbe az első. Kell egy tripla. Ott van, 85. Egy pici. Utca hosszal vezet James Wade. Igen, 5 ponttal. ...96 a folytatás Eden Smith-néltől. Kicsit följebb, és akkor már tripla is lehet. Ó, nagyon betakar az a triplára. És nincs is 60 pont összesen. Véd egyébként mindig Kukkerrel játszott? Hát ha mindig is? Mindig nem. Úgy emlékszem, hogy amikor megnyerte a World Match Play-t, először akkor még nem volt, uh-huh, nem volt szemüveges. 100-as. Vagy kontaktlencsét hordott, azt nem tudom. Oh, 148-as, az már jó kiszálló. Ez most kellett neki. Véd átlaga jobb.
92-01, 89-12 a másik oldalon. Csak véddobott eddig 180-ast, 2 darabot. Kiszállója 36%, Smith-nél 33%. Rá kell menni a búra, nincsen meg. 39 maradt. Az még jó lehet talán. Igen. Főleg így nincsen első tripla, így nem lesz a 156-ból kiszálló, egy 140-nel 16-ra lehet kerekíteni, ami meg is van. Igen, de most 39-ről. Hopp, hol lett a 25, még 9-es ez, és a tripla ez 8. Ez érdekes! Igen. Majdnem megoldotta így is. Ez jó, ugye 7-est akar, szimpla 7-est és egy dupla lett igen, belőle. Igen, igen, igen. Véd válasza. Dupla 4-en folytatható. Ott van igen. Benne, 5-4! Könyörtelenül büntet, még egy fordulat, rendkívül hullámzó mérkőzés. Ugye 3-1-re, 4-2-re vezetett Smith-nél, most pedig Védnél az előny, és ő kezd a mérkőzésért. Egy tripla 1-jel, mondjuk. A másik van viszont a 20-asban van, tripla 20-ban. És általában ilyen helyzeteket nem nagyon szokott elhibázni. A legendás a híres arról, hogy jó a végjátékban. 134. Ott a tripla. Az csak egy egyes, úgy látom. Igen, 81 pont összesen. Jó kezdés után egy kicsit visszaesik Smith-nél. Ajajajajaj. Pedig hátsó pályára most nagyon kéne neki dobni a triplákat, hogy befogja James Wade-et. 140, 197 a maradék. Na most kell egy bombakör. Bede természetesen kisegít, hogy 2007-ben már szemüveges volt James Wade. Emlékszem rá, hogy volt olyan időszak, amikor még nem volt szemüveges, valószínűleg akkor az korábban volt, köszönöm Bede. És Bede azt is ki fogja neked deríteni, hogy bifokális, nem bifokális, hány diopriás, milyen márka. Azt derít ki nekem Bede, hogy milyen típusú az a szemüveg. Kis nyomás azon a 138-on. Idáig a dobás. 72 a maradék. Nem jön a tripla. Nem bizony. 88-ra Smith, hát nagy valószínűséggel meg kell oldani. Nem tudja. Nem bizony. Úgyhogy... Dehogy nem tudja! Oh! Dehogy nem tudja! A mindenit egy burra megcsinálta! Nagyon komoly! Hát ilyet! Hát egy árva petákot nem adtam volna ezért. És így kiharcolja a döntőleget. Hú-hú. És a lélektani előny ezzel nála van, hiszen ő kezdi az utolsó felvonást. De izgalmas a vége. És azonnal egy eléggé harmatos körrel kezd. 59-el. Itt viszont jön a tripla. 100. 100-as a felvonás. Az átcsúszik. 121. Kétszer tud korrigálni. Smith-nél nagyon jól játszik. Szó nincs pudliról. Tehát nincs, úgy játszik, nincs, ahogy egy nagy kutyának játszani kell egy igazi klasszis ellen. Első pályán ez kevés. Megtörik a lendület? Ott a tripla, még egy kell, úgy az van. Az is megvan. Most már egy szimpla 20-as is elég kiszállhoz, de 180! Óriási. Amikor a leginkább szorul a kapca, dob egy ekkorát. 81-es csak Smith-nél válasza. A 121-et már többször láthattuk James-től, de nem megy rá, mert hogy nincs kiszálló a Smith-nél. 31 pontra. Nagyon messze tőle Smith-nél.
És egy csak egy tripla 91-es, mindössze 100-ig tudott lejönni. Meglepő, egy 11-es, és két nyíl meccsért a dupla 10-re. Akkor a dupla egyszerűen meg lehet fejezni. Ott van benne 6-5 a végeredmény. 6-5-re nyer James Wade, orhosszal ő érve előbb a célba, és egy nagyon nagy meccsen veri honfitársát. A kiválóan játszó Adam Smith-nélt. Úgyhogy a két versenyző első tévés mérkőzésén a korábbi Európa bajnok nyer, úgyhogy Wade-et láthatjuk egy majd szombaton. Egy aggrovális mérkőzésen, mert 10-ből 8 hátsó pályás győzelem volt. Jó meccs, és a következő is az lesz, hiszen hamarosan érkezik Nathan Espinal és Marvin King.